van már olyan mobil platform, ami képes a magyar nyelvet szövegé alakítani, de még nem lett globális, tehát minden platformon egyértelműen nem elérhető. Egy kicsit még várni kell, és onnantól kezdve a hangvezérlés is megoldottá válhat nagyon komolyan. Ahogy több országban már működik is, milyen nyelvekkel megy? Gondolom a spanyol. Brazil, spanyol, portugál, francia, holland. Van egy gyereje neki. Össze fog ütkodni a vizelvel. Az rajta lesz a videón. Kurva jó. Vadász le a vizet. Nézd, mi lesz szemüveg. Ja, most tízi Krisztiánnál van tényleg. Ja, és ott mutatja a vízszintet. Aha. Minden mutat a tőled való távolságot, sebességet, magasságot, mert én ugye ezt a robotot... Itt van a horizont, mert most igazából... Nagyjából! Igen. Aha. Igen. De GPS koordináták feszültség. Én ezt akarom ugye ezt a robotot használni, aha, mert elvileg ez képes arra, hogy beállítok pozíciókat és lerakulni, amit küldtem neked is. Igen, igen, ezt láttam. Jaj, tényleg én nem tudok. A tavacska. Mi a bajom ezzel a fatyaporttal? Semmi baj, fölötte van. Bende teszed? Persze. Csak nem állok az antenna elé. Így jó? Hát ez egy gyengébb videódó, úgyhogy... De így is nagyon szép a kép most. Nem a 1 wattos, 1 2-es. De én ezt szeretem, nem az 1 wattos van rajta. Igen, tudom. De... ezt mondtad, igen. Hát a magzongorista. Egyszerűen kipróbáltam a régi adó valamivel szar volt, és... És most jó. Aha. Gyertek ide nyugodtan. No, semmi gond. Itt lehet nézni. Hello. 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 Van egy kamera rajta, és itt látod. Kamera is van az orrán, oda nézd. Hogy mit repül. Hogy 600 méterre tőlünk, mi vagyunk erre, akkor valahol arra. Csak olyan kicsi, hogy ilyen komán látszódik. Majd felül. Ja. Itt nagyjából ilyen. Mondom, a szél lögdösi egyébként az irányba. Ezt berepülni úgy, ahogy írtál nekem a fórumon, hát... A szemüvegében is. Képzeld, elvileg 250 milliwattot az ezen a frekvencián. Ez az adó? Vagy 400, attól függ. De a múltkor is a 6-3-ot ezzel repült? Nem, de 3-ra elmentem vele utána a teszt jelleggel. És gyönyörű volt. 1,2 km, szép. Szintű te hungarod. Igen? Hát egy kis karbon, meg egy kis meg egy ez meg az, de nagy részek a hungarodszer, igen. Meg nem kevés ragasztó, igen. De az nyugodtan lehet volna, hogy a vágya szinte semmi. Igen. Hát az semmi. Hopp, most váltott a izé. Aha. Ja, a diverzit is. Az a baj, nem tudom, hogy melyik szög. Melyik irányba haladok. Ja. Biztos. Ugyanazt a képet. Aha. Most bekapcsoljuk a robotot, megnézzük is, hogy jön haza. Akkor onnan jön. 1,7 km, aha. Körforgalom. Ott van a Fortinnál. Aha, ott. A 4-es út. Ja, nem. Nem. Ja, nem, a simán ott. Ott egy körforgalom, és akkor... Ott egy körforgalom. Kicsit több adatotok legyen. Szép. Aha. Onnan fog jönni valami. Elég jó. Onnan szép. Jön állítólag. Most szépen jön a kép. Krisztiának akartam mondani egy múltkor, ugye azért írtam a fórumra, mert úgy jött vissza, hogy elment 500 méterre arra, és onnan fordult. Korábban mindig tartotta a homot, tehát a nyílpont rajta volt, mint ahogy most, látod? Erre azt mondták mormotáig, hogy beállítás kérdése. És a múltkor mert az asztalon nyomtam rá... Van, amikor kicsit ilyen ívbe jön vissza. Asztalon nyomtam rá azért a szetlevelet, most felemeltem ezt a direction errort, hogy jobban tartsa az irányt. Ez itt a tó, igen. Jó,
Ja, ott a tó. Aha, szerintem most tökéletesen veszi az időt. Most a gázt is ő kezeli. És ha megnézitek, akkor magától adott gáz. Aha. A tó fele, látok. És korrigál. Közeledik ott. Igen, csak most is nagyon emeli az orrát, amit nem értek. Most emelkednie nem nagyon kéne. De tényleg ott nagyon alacsonyabb van egy utasszállító. Tudom, hogy szedd le. Csak villogni tudok neki a leddel. Aztán majd benne leszel a hírekben, hogy megpróbáltad elvakítani. Nem, most csak a zöld leddel lehet. Tegnap hát így csárkányost akartunk levadászni, de olyan szél volt, hogy nem bírtunk oda. Azt nem tudom, melyik részt kérdezik. A tónak? Ez jó kérdés. Majd én megmondom. De szerintem jól tartja az irányt nagyjából arra. Ott itt, itt valahol, ugye? Szerintem itt. Tehát valahol... Igen. Ahogy. Ó, most szerintem, hogy egész agresszíven veszi az irányt. Az a furcsa nekem, hogy emelkedik. Aha. De lehet, hogy csak a termék viszik föl, mert... Hát most biztos termékes az idő, mert nem fúj a szél. Szél. Igen, de most nem tért el sem erre, most így legyen, és jön haza. Aha. De itt vagyunk valahol. Hát az is valami ilyesmi. Ez egy négy propelles helikopter. Hú, hol vagyunk? Hát valahol csodabogár. Arra kell, hogy legyen szerintem. Hát látom, és ott a kamera a tetején, látod? Valószor itt van föl. Aha, itt van. Hol? Itt jön, nézd föl. Föl, föl, egészen. Igen, nem, hogy rálépjön a gyerek, hát hátrébb menél. Ott vagy. Hol van? Hát hazajött ennyi. Most előleg majd köröznie kéne. Már el is kezdte. Aha. Csak kell figyelnem, hogy mennyire fogja bevágni a kört, mert... Mekkora 200-ba? Ah, fordul. 130 méteren van. 60 méteres kört tart, hogy hát annál nagyobb szerintem. Aha, nem tudom. Elég gyerek, mert nagyon fordul. Na jó, dobálja a szél. Aha. Igen, viszont most nagyon szép, mivel nem szembesültem, azt látod, és mennyire szebb a kép. Ezt rásegít most valahol a cik is. Jó, de aha. Zim meg ott. És húzza a csíkat. Nem, köszönöm szépen. Forró tea. Két-három napos. Nekem az volt. Viszont a csíkat meg rá, aha. Körbe kell menni. Még egy kört engedek is neki. Megúszkáztam, lehet, hogy már nem is teljesen jó. Nem megérek. Lejössz vagy még nyomod? Lejössz vagy még nyomod? Még egy kört akarok, hogy menjen. Jó. Le kéne, hogy jöjjek? Ja, nem kérdezem, csak... Ja, majd ebből akarod, ezzel irányítod a izével? A DVD-vel, aha. Aha, jó. DVD játékos? Nincs van a kocsimban szerintem, az enyém akkor azt is vetettem volna, de annak is van át, nem elsz, de... Sőt azért én így. Ja. Nintendo. Feeling. Elvileg van ebben a DVD-ben ilyen játékok. Ja. De a DVD lejátszod, mitől lett lejátszó? Miért lejátszom, miért nem fel? Hát mert a felírt anyag, hogy lejátszott. Hát de azt ráírt anyag, nem felírt. Azt akarom megnézni, hogy... Mert a régi lemezeket feljelettel a kellett berakni, úgyhogy felírta. Jó, oké. Okay, ez is megmagyarázzuk. De miért nincsen itt most nagy búza meg ő? Nekem kellene a búza. És ez amit mondok, nézd meg. Igen. Ez most ugye ez a szemüveget, vagy nem? Aha. Én nem tudom, nekem egyébként nagyon nem jött be a szemüveg a végén. Tipikusan C3PO a sivatagban. Semmi? Semmi. Nem volt jó. Átlátszó vagy. Ja, jó, akkor. Belőled nem lenne jó politikus. Hamar átmennék a átvilágítást. Ja, ja. Itt vagy mögöttünk, vagy? Nem, most megint kiratültem. Orvolom el! Jó. Pont így a fák mögött eltűnt egy madár. Jó.
De stabilizált módban most szerintem azért viszonylag tartja az egyenest. Jó. Igen. Szerintem fúj egy kicsit a szél már. Meg van dőlve egy picit, de nem nagyon. Hát igen, erre úgy mondták, hogy be kéne állítgatom, de hát... Igen, ezt akartam mondani, hogy egy kockot kell, de kevesebb. Ne álljon be. Most figyelj, nagy tolatás legyen. Ma csak egy roppanás. Aha. Majdnem másfél kilométerre van. Még kell egy kamera lefelé, és már is rendben. Hogy több? Hogy több? Tényleg kéne csinálni, hogy hívják ott egy szoftvert, ami real-time összeállítja a panoráma képet. Van. Van? Van. Mert én azon gondolom, hogy és fut a, hogy hívják onnan a Thomson DVD játékoson? Nem, mert én azon gondolkodtam, hogy veszek egy valami olcsóbb digitális fényképezőt. És raksz rá egy kapcsolódó szétbűgülöm valami optot, csatolóval, valami elektronikával, tudom tik-tik-tik, megpróbáljátok, hogy másodpercenként csinálni egyet. Szerzünk neked egy azért egy olyan optikát, amivel tudsz rögtön panoráma képet is csinálni. A, mint az iPhone-ok, a 360 fokos. Mert ez tök olcsó, legalábbis azokra. Az igen, de a sima fényképezőre rohadt rá. Aha, az több mint 100 ezer forintra indul. Hogy játszod le a movot, megy a videó, és tudsz közbe forogni. Igen. Jobbra-balra. Hát beszartam azon. Ez hatalmas ötlet. Ilyen ott vagy, de mégse. Hát, a baj tényleg fordul, ha manuálba teszem, elmegy jobbra. Hát fúz a gép, nem? Hát nem tudom, hogy miért a szél miatt, vagy valami miatt. Szerintem szél miatt. Nem fog tudni repülni. Elkezdett, hogy a szél miatt korrigál. A manuál módban nincs. Biztos, hogy szél, mert nézd meg, hogy egy kicsikét így mindig belöki, tehát azt tudja a szél. Hát vagy pedig ugye a motor elhúzatán. Igen. Nem, levettem akkor a motor direkt kikben. Ja, de lögdösött közben, tehát szerintem szél. Lehet, már madárás azt hittem ott hirtelen, hogy... Na jó, most hazahozítom. Jó, messze vagy már, ha. Lehet, hogy ez egy vérbeli F3 és nem ilyen kölyrepülő. Azért a azt mondja, hogy... Pont a nap felején. Hát elég a naplázs. Ja, igen. Naplázs. Gabos várjon. Naplázs. Kicsit fáradtak vagytok már, gyerek. Most kérdés vagyok. Hogy lennék fáradt, mindjárt megyek dolgozni. Ja. Igaz? Ja. Nem, tegnap aludtam 2 órát. Most te hogy dicsekszel vagy panaszkodsz? Ez nem jött be, hogy mit akarsz. Iha. Ez eléggé. Szép. Ez mi volt az a dugóhúzó? Hát ez az. Ja. Lassú voltál, vagy volt sebessége? Volt sebessége pedig. Ezt csináltam múltkor is a robot. Belevitte egy csavarba. Stabilizált módon. Nem, ez a műrepülőgép mód volt. De nem tényleg ez manuálban volt, a stabilizált módon? Nem, ez a robot. A gyere haza volt. Kategória. A robot csinálta. Ja, hogy RTH-ba ezt így. Aha. Igen, de szerintem átesett valami miatt. Hát igen, úgy nézett ki, mint a kategózott volt. Lehet, hogy súlyponttal nem stimmel valami. Ja. Meg szembe kiállom. Mi néz fel egyből, jó? Mi repül volt csipunk? Megzavarta? Én biztos, hogy szél, mert most pont a másik irányba lögdösi. Mondtam erre előbb mentünk, itt vagyunk valahol. Nem lehet, hogy meg kéne egy kis robotnak az elejét emelni? Tehát, hogy a gépben, hogy tudnál vízszintesen, vagy nem tudom. Lehet, de hát felvileg egyszerűen megjavították rajta. Mert mondjuk a műhorizont is egy nagyon picit a horizont között van. Hát a kamera miatt vered. És megnézem, hogy csinál megint. Fél szép néz. És meg gázt adott és lefordította. Igen. Nézem, hogy... a múltkor is. 30. De hát 35-tel. 30. Ez is madár volt. 100 méter magasságban vagyok.
és jön a tó felé. Hát és megint úgy vagyunk, tehát azért mondom, hogy itt vagyunk valahol szerintem. Hát vagy itt. Na most megint gáztad. Amivel... Ah, visszahozta 40-re. Hát az oké, hogy tartja a sebességet, csak még ez a forduló nem tetszett. Kicsit kiveszem, és elfordítom. Most megnézem, hogyha elfordítom, akkor hogy fogja majd visszahozni. Pedig lenyomja az órát, teljesen jól csinálni. Igen, mert tudod, azokon is állítgattam. Nem kérdezted Mornyot át, hogy nem mutattad még neki, hogy... Nem válaszolt, tehát feltettem ott a kérdést jó pár embernek. Igen. Nem. Igen, így jön valahol. Hát ezzel a facsoporttal van a legjobb. Hát ez, ki... az, ez az út itt, a, itt vagyunk, tehát igen. Elvileg most már rá kell látnunk. Én csak nem tudom, hogy hol. Valamelyre arra, ha jól érzem. Mert úgy ilyen irányba jön. Van most? Hát itt vagyunk mi, ha jól érzem. Zug is van, ott van, nézd, itt van. Ha, itt jön mágul. Itt van a fejünk fel. Milyen pillanatot jön elő, ugye? Hát itt volt azt szerintem, az előbbi csak rohadtul nem láttuk. Jaja. Igen. És ha csinálja is a körcét. Hát igen, itt óvatosan csinálja, csak azt nem érzem, hogy ott miért csinálta. Azt én sem tudom, hogy... Meg itt jól csinálja a kört, tehát a sebessége is jó, meg a magassága is. Szeretem a kabintek így. Most jó helyen van. Teljesen jól csinálja, tehát azt nem tudom, hogy az előbb mi lehetett. Megoldom. Jelenleg reméltelen egy ilyet, hogy... Igen, hát annak vége. Van ezekből a kopterekből a... Igen, de ők mindent gyártanak. Igen. És múltkor láttam egy videót, egy csávó hasonló mező, és ott végig van bálás, és szépen, hogy a bálás előtt hatunk egy ilyen 70-nek. Ott láttam. Van egy ilyen motor probléma, hogy így kihagy a motor. És annyit látsz, hogy így csak ha többször visszahozod, látod, hogy elkezdi már darálni a füvet, amikor előbb így vissza, hogy egy bírók elkezdi visszahozni. Neked is be kell szeretned egy bőröndöt, de lehetőleg portaszító bőröndöt szerezni. Ezt már előbb beszéltük a Zolival, hogy... Van mi voltak, amikor így belőlepültek minden? Aha, hát így gondoltam én is. Stabilra. Így van, stabilra, és akkor igen. De mondjuk a kockon, tenne a hízeget, akkor még szóval. Jók. Több is van nekem ilyen. Hát ugye ez sima bufi antenna. 2-4-es. Aha. 2-4-es, és ugye én ilyenekkel oldottam meg apósomtól a különböző házakhoz átlőni az adást. Ja, igen. Bufi adást. Aha. Hát, Érdekes. Összehúzza, ha hát pláne tovább megyek, hova akarod letenni. Elkapjuk? Röptébe, aha, így kéne, egy fejjel kevesebb. Mint a tépbe, az ja, úgy nyomják, van ez a Team Black Sheep. Aha. Vagy küldök át egy videót, kim voltak őket fizetni már a GoPro-ban, az egyik gyerek áll így a RTH ajtó mögött, irányít, szövette a szemüveg, a másik így áll szembe. És ez csak így tssss, mellé ment, bele az évbe, és így le 30 emeletet. Öcsém mondom. Jó csináltátok. Akkor sírtam volna, azt hiszem, tehát ez a kategória. Másik meg ugyanitt kint van ez a Fly Sky, minek hívják, amikor húzzák motorcsónak köztette meg egy törnyével. Olyasmi, aha. És repkedik őket körbe, egyszer csak buk, és be a kupolába, és így kupola össze, és így be a vízbe. Az komoly.
Hú, de erős a szél, basszus. Ráadásul mondtad még egy nehezítő tényező. Igen, itt még az is volt. Láttam, hogy jóvatosan akartam el. Igen. Az abban jöttem úgy, hogy én voltunk, volt egy 3 méteres, vagy ilyen, hát, ilyen másfél méteres ilyen. Nem tudom, kapona valami, de olyan jó búza. Volt az búzával búza? Jó lehet leszállni, mert ez megfog és fölül reagál. Jó, mert ez fogom azt így állnom. Igen. Most jó lesz. Jó lesz. Csak a barázda irány miatt esetleg. Jó. Az a baj, hogy furmosra raktéztem, hogy fogadtéztem. Hát lehet, hogy azt kellett volna, hogy a barázda irányba maradsz, hát ha egybe belemegy a törzs, csak hogy így csúszik. Ez beszéld meg a széllel. Igen, persze. A barázda irány. Ide jöhettek, majd innen is nézhettek, most majd emelsz fog repülni. Vagy ide jöhettek, majd mindjárt ezt fog repülni, és látjátok itt, hogy mit repülj. Nagyon kemény a led a tetején. Az is grilled.